Cigányok! Ma róluk lesz szó, cigányokról, igen, ez itt a Felest, ez a Slime, a Torkolnagat politika hétközi adása, amelyben most a választás előtt még utoljára ránézünk, mi a helyzet roma nemzettestvéreinkkel, mire számíthatnak ők a választásokkor. Kerek 30 évvel ezelőtt, 1988. március 30-án a Bibó István szakkollégiumban 30 fiatal megalapította a Fiatal Demokraták Szövetségét. Az utólagos mítoszteremtés szereti úgy beállítani, mintha Orbán Viktor önnön félkezével döntötte volna meg a létezett szocializmust, miközben a másikkal hazazavarta a szovjet tankokat, pedig az igazság az, hogy a tótum-faktum pozícióhoz a Fidesznek jó sokat kellett még innen tepernie. Én úgy gondolom, és lehet, hogy ez meglepő lesz, hogy Vitéz Nagybányai Horthy Miklós kormányzó urunk óta ilyen vezetője az országnak nem volt, mint Viktor. Én attól félek, hogy valami nagyon rossz történik, és nem ő lesz a továbbra is a miniszterelnökünk. Csöppecskét a fideszes pártközpontban is tarthatnak ettől a lehetőségtől, annál is inkább, mert az elmúlt hetek, hónapok korrupciós leleplezései mellett az amúgy teljességgel uralmunk alá hajtott államapparátus képezetébe is apró cseprő hibák csúsznak. Nem elég, hogy a Nemzeti Választási Bizottság 1 millió forintra bírságolta a köztévét, és ennek következtében a királyi televízióban mindenféle korrupciós ügyekről beszélő ellenzékeiket, na meg a 24 órás rettegésbe belekotkodácsoló jelölteket kell beengednünk a stúdióba, de a fránya MVB némi vonakodást követően ugyan, de még magát, a nagy, szent, sziniszter elnök urat is megbírságolta 345 ezer forintra, amiért az gyerekeket használt fel kampánycélokra, anélkül, hogy bármiféle beleegyezést kért volna. Hát most mondjátok meg! Hát ennyire elkorcsosult már ez a liberóta polkorrekt ország, hogy nemzetünk kulturálisan páratlanul homogén vezérét is eltiltja a kis emberi erőforrások felhasználásától. Azért reméljük, hogy a szűkösen élő, kevéssel beérő miniszterelnök úr valahogy csak ki tudja izzadni a bírság összegét, vagy ha nem, hát kölcsön kell Lőrinc baráttól. Lassan ideje már kikiáltani soros intézménye a Nemzeti Választási Bizottságot is, mivel sorra ontja a fideszeseket elmeszelő határozatokat, a közmédia mellett megbírságolták Dollárpapa televízióját és a Józsefvárosi Önkormányzati Lapot is, amiért az utóbbiak 20 oldalas kiadványukban 25-ször szerepeltették Kocsis Máté képviselőjelöltet. Csak 25-ször? Legalább valami szexi gifet küldtek mellé CD-romon? Csak idő kérdése volt, hogy mikor kötünk ki a Fideszben. Na, szóval, amikor ilyen akadályok gördülnek a születésnapos kormánypárt útjába, olyankor tanácsos a bevált receptnél maradni, ha a Fidesz kommunikációját eleddig manipulatívnak és egybitesnek gondoltuk volna, akkor most csalódni fogunk, ugyanis a legújabb köztéri plakátokhoz képest minden, amit eddig hallottunk, úgy szólván árnyalt akadémiai székfoglaló volt. Mutatom. Semmi fölösleges szószátyárság, semmi cicoma, csak egy fenyegető migráns horda és egy stopptábla. Ennyi maradt a csillagszemű fiatal értelmiségiek pártjából. Külön finom részlet, hogy a plakáton szereplő képet két éve már használta a brit szélsőjobbos Nigel Farage a Brexit népszavazás kampányában, és neki is milyen jól bejött. Persze az örökös fanyagok figyelmét nem került el, hogy a kép maga Szlovéniában készült, és nem a betörni vágyó berber-barbár hordákat ábrázolja, hanem menekülteket, akiket éppen bevagonírozásra kísér a szlovén rendőrség fegyelmezett sorokban. A briteknek anno a plakátról a zsidó ellenes náci propaganda jutott eszébe, és hát, jegyezzük meg, nem olyan nagyon véletlenül. Persze az is igaz, hogy ha nem is hordákban, de fenyegető migránsoknak valóban sikerült bejutniuk az országba, a 444-2-t is leleplezett múlt héten egy nemzetközi körözés alatt álló bűnözőt és a háborús bűnös szíriai diktátor közeli pénzemberét. Igaz, őket nem Soros 2000 zsoldosa engedte be kis hazánkba, hanem a magyar nemzet egyik leghitványabb senkiházia, Rogán Antal propagandaminiszter és fröccsöntött bicska Maxi utánzat. A Fideszben tarthatnak attól, hogy ez az egész migráns jogatás nem elegendő arra, hogy mindenki számára egyértelművé tegye. Kormánypártunk egy virtigli fasiszta párt, úgyhogy a legújabb plakátokat még megfejelték egy hagyományosabb szélsőjobbos témával, a cigány ellenességgel is. Pár hete Orbán Viktor már Miskolcon meglépte, amit megköveteltek odahaza, és bevándorlónak nevezte a romákat is. Mészáros Lőrinc baranyai lapja pedig a pécsi ellenzéki jelöltet Mellár Tamást vádolta meg azzal, hogy romákat telepítene a városba,
de a legnagyobbat mégiscsak Mephisztó miniszter, legénykori nevén Lázár János gurította. Ha egyszer beengedik őket, akkor el fogják foglalni azt a helyet, ahová bejönnek. Onnantól kezdve az egy mese, hogy lehet integrálni, meg majd barátkozunk, meg majd olyanok lesznek, mint mi. Ezt nehogy elhiggye már valaki. 600 éve élünk együtt a cigányokkal, és mind a mai napig nem tudtuk őket integrálni, hogy beszéljünk világosan. Akkor hogyan tudnánk integrálni olyanokat, akik egy másik világból, egy másik kultúrából, másik identitással jönnek ide, 600 múlva se jutunk egyről a kettőre. Különösen izgalmas mondatok ezek attól az embertől, aki Hódmezővásárhelyi polgármesterként nem is teljesen haszontalan módon fordította a soros pénzeket a roma integrációra a városában. Azzal nem árulok el túl nagy titkot, hogy a rendszerváltás utáni szűk 3 évtizedben az egymás után következő politikai vezetők nem tettek túl sokat a roma honfitársaink életének javításáért. Minden valamire való szám azt mutatja, hogy relatív helyzetük csak romlott, még az antivilághoz képest is. Pedig az sem volt egy fáklyás menet. Pár üres szándéknyilatkozatot leszámítva, a most kampányoló pártok sem mondanak túl sokat, és a Fidesz kormányzás integrációs politikájának is csupán egyetlen sikerterméke van, Farkas Flórián, a Fidesz hosszú idő óta kinevelt állérdek képviselője, aki a Magyar Nemzet által közzétett hangfelvétel szerint 30 milliárd forintot nyúlt le. 30 milliárd forintot tett el Farkas Flórián, állítja Balogh János azon a hangfelvételen, ami szombaton került a Magyar Nemzet birtokába. Ez egy kampány, senki nem fogja megnézni a számlát. Ez egy olyan dolog, ami arra, hogy mindenkinek ez kampány. A milliárdokat kapnak tőle, 1 milliárdokat tőle, a nagy pártok, akik 106 egyénileg képviselővel indulnak, azok 1 milliárdot kapnak. Tehát csak legyen az a olyan... A rendezvényszervező, persze benne van hangosítás, színpadi tevékenységet kiegészítő tevékenység, ebbe tartozik bele az összes hangosítás, mindenféle. Persze. Az van, mobilkerítés is, kordon is van. Farkas Flórián a Fidesz pártlista 17. helyén csücsül, azaz jóformán fix, hogy bejut a parlamentbe. Ugyanitt azért figyelmébe ajánlom, hogy nemrégiben új bugyrot nyitottak a pokolban az osztályárulóknak, egyel Brutus és Cassius alatt. Farkasnak egyébként nem ez az első korrupciós botránya. A Híd a munkavilágába program kapcsán 1,6 milliárd forintos csalás ügyében folyik ellene nyomozás. A nerzett, legátszellemültebb hivatali rasszistája Balogh Zoltán, emberevő miniszter, tavaly novemberben ezügyben Farkas támogatására is sietett, és azt állította, hogy Flóri úr milliárdos csalásán rugózni burkolt rasszizmus is lehet, és Balogh úr nem szereti a burkolt rasszizmust. Ő ugyanis a nyílt rasszizmus híve. Hadd emlékeztessek, arról az emberről beszélünk, aki 4 éve a cigány holokauszt emléknapján arra intette a roma közösséget, hogy ne vigyék túlzásba az áldozat szerepet, mint az értik, kikre gondolok. Ugyanekkor kifejtette, hogy nem is volt Magyarországon cigány holokauszt. Ezért ugyan később egy sekély bocsánatkérést megspendírozott a kálvinista zsebkaligula, de hamarosan a népesedési kerekasztal egy ülésén arról értekezett, hogy az ország északkeleti megyében ugyan születik elegendő számú gyerek, de nem a megfelelő családokba. Aha. A cigánygyilkosságokkal és egy rasszista gyilkosság sorozattal kapcsolatban pedig azon bírt viccelődni ez az áldott ember, hogy az utolsó kisléteg gyilkosság pont a roma holokauszt emléknapjára esett, ami őt arra engedte következtetni, hogy az elkövetőknek volt stílusérzéke. Ő volt az, aki lándzsájára tűzte az iskolai szegregáció ügyét, mármint azt, hogy a cigány gyerekeket igenis lehessen elkülönítve oktatni, amelyről pedagógiai és szociológiai szakmai konszenzus is kimondja, hogy sokszorosan hátrányos helyzetbe hozza őket. Ja, és persze az unió is tiltja. Erős a verseny, hogy Balogh mely kijelentésű volt a legvisszataszítóbb az ügyben az elmúlt 8 évben, de az én jelöltem mégis a tavaly nyári tusványosi megnyilatkozása a legnagyobb határon túli magyar fesztiválon azt bírta mondani a kizsákmányolásügyi miniszter, hogy a magyar közösségek és a kormány sem döntötte el azt a kérdést, hogy a határon túli magyarul beszélő cigányok tehertétel vagy erőforrás. Na ennyi, azt hiszem. Elég is az állításom igazolásához, mely szerint Balogh Zoltán egy rasszista senki. Nem mellékes körülmény, hogy miniszterként a működése is nagyban hozzájárult a perifériára sodródott csoportok ellehetetlenítéséhez, és ahogyan fentebb említettem, többször kiállt a konkrét full extrás kirekesztés mellett,
És most arra már olyan rosszul vagyok, hogy muszáj innom egy kupica sorosféle kerítésszaggatót. Ezt a felest Balogh Zoltán méltó büntetésére iszom, amit remélem, hogy hamarosan megkap. De mint láthattuk, a kormányzat más tagjai is felvették a kesztyűt, hát ha ők még visszataszítóbbak tudnak lenni, mint Balogh. Lázár valódi légtornászként erős rajta lendült, becsületesen meg is kapta magáét, cigány értelmiségiek mutattak rá, hogy a miniszter kijelentéseivel megszegte a Magyar Nemzet Szolgálatára tett esküjét, és felszólították, hogy kérjen bocsánatot. Setét Jenő roma jogi aktivista videóban olvasott be Lázárnak. Lehet, hogy a helikopterek magasságából úgy tűnik, ahogyan állja. Lehet, hogy a vadászkastélyok magányából is úgy tűnik, hogy a romák nem integrálódtak. De ezt nem lehet tovább folytatni. Én értem, hogy nagy a verseny a szélsőjobbal, a Jobbikkal, de vegyen vissza magából. Egy normális politikus nem beszélhet így a saját honfitársairól. Nyugat-Európában már rég lemondtak volna. Hogyan képzeli ezt? Tehát Lakatos Menyhér, Cifra György és Puci Béla nem magyar. A romák nem most érkeztek a magyar határokhoz. Tehát akkor magyarok vagyunk, amikor meg kell halni a hazáért. A Rákóczi szabadságharcban, 1848-ban, 1956-ban, bármikor. Csütörtökön a miniszterelnökség előtt egy kis flashmobot is kapott magának ez a kancelláriák legminiszterebbike, és az ott felszólaló egyik aktivistánál talán senki nem foglalta jobban össze, hová vezet valójában a kormány hivatalos náculása. Félelem és a gyűlölet országává tették Magyarországot, és el fog jönni majd az az idő, amikor az egész országot behálózzák az óriás plakátok, amelyről majd a cigányokkal kapcsolatban fogják a gyűlöletet szítani. Ezt nem szabad megvárnunk, mert a Soros György elleni és a migránsok elleni propaganda egyszer kifullad, és hogyha a félelemre és a gyűlöletre építve akarják a hatalmat megtartani, és ezt az országot irányítani, akkor a cigányok lesznek a következő áldozatok. Az elmúlt évek őrületében nem ez az első alkalom, és nem ez az első módszer a cigány honfitársaink kommunikációs felhasználására. Maga Lázár ugyanezeket a mondatokat már 2016-ban is elmondta, ugyanilyen migránsozós összefüggésben. Aztán ott voltak a korábban már méltán ócsárat Balogh Páter szintén többször ismételt mondatai, melyek szerint a menekültek elveszik a roma integrációra fordítandó pénzeket, és nem Farkas Flórián veszi el a pénzeket. Az a Farkas Flórián, aki úgy költötte EU-s milliárdokat a romák foglalkoztatását elősegíteni hivatott programból, hogy abból egyetlen munkanélküli cigány ember sem profitált, nem ő, hanem a migránsok. És persze az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés hiányosságait sem a kormány, nem is az alulfinanszírozottság, vagy esetleg a nem megfelelő egészségpolitika okozza, hanem a romák eltérő életmódja, meg kulturális szokásai az. Hogy ez mégis mi a búbánatos lópikulát jelent, azt nem tudnám így hirtelen megszövegezni. Bizonyára a romák sajátos életmódjához hozzátartozik, hogy sokkal lelkesebben szeretnek meghalni egy olyan nemzetért, amelyik kizsigereli és eltapossa őket, vagy valami ilyesmi. Persze, hogy Setét Jenő is mondta, amikor meghalni kell a nemzetért, meg hazáért és közösségért, akkor bizony erőforrást jelentenek a romák is. De csodálatos politikai elitünk nem csak hadba küldeni szereti a cigány honfitársakat, számos egyéb felhasználását is ismerik a kirekesztett lakosságnak. De amit tényleg mondtam, a csávó azt mondta, hogy akkor most így 2000 forint per szabadat, és akkor is egy össze emberek. Igen. Itt az igaz. Így. Még mentek többiek is szólni. Ezt a felvételt tavaly áprilisban a Józsefvárosi időközi önkormányzati választás napján tette közzé a Pesti Bulvár nevű portál, és ugyanezen a választáson több gyanús mozgás is bekerült a sajtóba. Szavazók csoportos szállítása, a helyi hajléktalan szállón tartózkodó emberek bemozgatása és hasonlók. Nincs is olyan választási forduló, amely alkalmával nem kapnánk híreket tömeges visszaélésekről, amelyek az esetek elsöprő többségében a legkiszolgáltatottabb helyzetben lévő polgártársainkat célozzák meg. A nyilvánosságban ezt sokan úgy fordítják le, hogy a cigányok eladják a szavazataikat, és az állítás mellé még egy értékítéletet is odaraknak, hogy lám-lám, hát ilyenek a romák, egy pár forinttal csalásra lehet rávenni őket. Ami persze hatalmas bullshit, ez a buta, igénytelen, lekenyerezhető szavazói réteg toposza, amúgy világszerte ismert, és nem sok köze van a romákhoz. Romániában például a Teleormán megyei idős alföldi falusiak testesítik meg ezt a megbélyegezhető társadalmi csoportot, amelynek tagjai egy kiló cukorért is eladják a szavazatukat, mondják a hű, de fölvilágosult urbánus jómódúak.
Persze mindig sokkal könnyebb ítélkezni és megvetni embereket, ellenkező esetben ugyanis el kéne gondolkodnunk azon, hogy mit is ér a demokrácia, meg mit érnek a szabadságjogok, amikor az ember alig köti az egyik napot a másikhoz. Persze ettől még tagadhatatlan, hogy a magyar társadalom legnehezebb helyzetben lévő rétegei között felülreprezentáltak a romák, és ebből kifolyólag az ilyen típusú szavazatvásárlási ügyek is gyakrabban érintik őket. De azt hagyj jegyezzem meg, csak itt így magunk közt, futólag, hogy pénzért szavazatot venni ugyan törvénytelen, de azzal már ugye semmi gond nincs, ha a jelölt a saját nevével díszített tejet, tojást, vagy ahogy legutóbb a nyírségi Újfehérton történt, lencsét, mákot, kókuszreszeléket és mazsolát oszt. És valójában, ez utóbbi sokkal elterjedtebb jelenség. Ha valaki itt képes bármilyen etnikai színezetet felfedezni, az csuda éles szemű ember lehet. Minden esetre az elmúlt napokban nem csak Lázár Jánossal voltak elfoglalva a romák, hanem például egy komplett kezdeményezést felépítettek, amelynek a célja, hogy egyrészt szavazásra buzdítsa a romákat, másrészt arra ösztönözze őket, hogy ne adják el a szavazatukat. Hidd el, az élet köztünk szép, ne add fel testvér a remény, s megtalálod az igazi fény. Sziasztok, Mohamed Fatima vagyok, április 8-án szavazás. Arra szeretnélek titeket kérni, testvéreim, barátaim, hogy menjetek el szavazni április 8-án. Ha hisztek abban, hogy a gyerekeinknek vagy nekünk jobb jövője lehet, akkor nagyon fontos, el kell mennünk szavazni, és ne adjátok el a szavazataitokat. Április 8-a, Roma nap és szavazás. Menjetek el szavazni. A Ketelnek közösségfejlesztő csoport és a hang kezdeményezésére nem csak Mohamed Fatima, hanem más kiváló roma hírességek, például a Parnograss zenekar és Váradi Olasz is hasonló üzeneteket tettek közzé. Apropó a hang, ugyanez a csoport kezdte el meghekkelni az új kormányzati gyűlöletplakátokat is, méghozzá így. Sokkal jobb, nem? Na de, melléjük beszállt a Dik TV is, és ne add el a szavazatot bulikat szerveznek országszerte. Voltak már Békésben, Heves megyében és Borsodban is, és a választásokig hátralévő pár napban sem állnak le. Nyilván egy bulitól nem lehet jól lakni, szóval ennyitől nem fog varázsütésre megszűnni a szavazatvásárlás jelensége roma honfitársaink között, de nem is a civilek feladata egy 800 000-es közösség társadalmi-gazdasági felvirágoztatása, az ugyanis a kormányzat feladata lenne. Különben mi a fenének ülnek ott a bársonyszékekben? Minden esetre a civilek neki láttak felhívni a figyelmet arra a politikai felelősségre, amely a választójogunkkal jár, és ez ügyben bizony a nem romáknak is van még mit tenniük bőven. Már csak napok vannak hátra, és Magyarország egyik legfontosabb választására kerül sor. A részvétel, a szavazójog felelős gyakorlása pedig kulcsfontosságú lesz a végeredményben. A számtanhoz értő stréberek azt mondják, hogy 70%-os részvételi arány alatt nincs túl sok esély a Fidesz parlamenti többségének megakadályozására, de még a kétharmad megakadályozásához is legalább 60%-os arány kell. Szóval a tétek óriásiak. Tudjuk jól, hogy többen vagyunk, akik szeretnénk már elzavarni ezt a korrupt és emberellenes hatalmat, és tudjuk, hogy ők a körmük szakadtáig fognak kapaszkodni a pozíciójukba. Az egyetlen fegyverünk a szavazatunk. A szavazófülkében még nekik sincs befolyásuk. Az az egyetlen hely, ahol veszélytelenül beinthetünk ennek a bandának, amely 8 éven keresztül szisztematikusan szipolyozta ki a magyar társadalmat, zálogosította el még a jövőnket is, és srófolt minket egymás elleni gyűlöletre. Persze, az ellenzéki szereplők sem könnyítették meg a dolgunkat, még a kampányidőszakban is elveszítették a fókuszt, és a Fidesz csépelése, illetve az alternatív Magyarország felvázolása helyett azért néha inkább jól egymásnak estek, de 2014-hez képest ők is fejlődtek, és ma a legtöbb pártlista élén hiteles vezetők állnak, akik el tudnák irányítani ezt az országot. A választási rendszer rákényszerít nem csak arra, hogy elmenjünk szavazni, de arra is, hogy mindezt taktikusan tegyük. Vagyis az egyéni választókerületi szavazatunkat arra az ellenzéki jelöltre adjuk, aki a legnagyobb eséllyel győzheti le a Fidesz jelöltjét. A választás itt az egyéni választókerületekben fog eldőlni. A 10 millió választási szakértő országában nem könnyű eldönteni, hogy tényleg ki a legerősebb jelölt, de azért teljesen vakon sem tapogatózunk. Ha nem tudnád még, hogy a te választókerületedben ki a legesélyesebb jelölt, akkor még most látogass meg ezeket az oldalakat. A linkeket a videó leírásában is megtaláljátok. A rendszerváltás 2018 oldalon a különböző jobb és baloldali civil csoportok Márki-Zay Péter vezetésével gyűjtötték össze a legerősebb ellenzéki jelölteket. A Közös Ország Mozgalom honlapján pedig az állampolgárok adományaiból, a ti adományaitokból elvégzett 20 választókerületi felmérés eredményeit láthatjátok. Csekkoljátok le, hogy mi a helyzet nálatok, és vigyétek hírét a barátok, szomszédok és munkatársak között. A többségnek ereje van, és a többségnek elege van a Nemzeti Együttműködés rendszerének nevezett harami aralcsúrból.
csináljunk együtt fülke forradalmat.